Egriként is sokszor csupán elsietünk a Széchenyi utcáról nyíló érseki palota előtt, nem is sejtve, milyen érdekességeket, kincseket rejt az intézmény. Stábunk segítségével a következő percekben körbejárjuk a helyszínt, így a képtáron és a madaras termen kívül az érseki magánkápolnába is bepillanthatnak. Az Egri érseki palota első emeletén vagyunk, ahol tematikus termek sorakoznak egymás után, most épp a kincstárban vagyunk. A kincstárban rendkívül szép alkotásokat láthatunk, amely között az egyik legrégebbi, egy nagyon szép gótikus kehely, de egy rendkívül különleges monstranciát is láthatunk itt mellettem, amely a szilassi monstrancia, és ez egy egykori képviselőnek a hagyatéka, aki úgy gondolta, hogy hát nem volt családja, minden vagyonát az egyházra, ferenceseket kérte meg, hogy valami szépet készítsenek az Úr Jézus tiszteletére, és hát egészen Lőcséig mentek el, ahol készítették el ezt a gyönyörű szép úrmutatót. Nem igazán az anyagában, hanem az ötvös munka az, ami jelentős számunkra, hiszen a talpozatán a szűzanya életéből vett jeleneteket, míg maga az úrmutató felső részén az Úr Jézus kínszenvedés történetét látjuk. De az egyik legszebb az a bizonyos palást, amelyet nagyon nagy szeretettel mutatjuk az ide érkező látogatóknak, ami igen érdekes története van, mert hogy Mária Terézia a bíboros urat kérte föl annak idején, hogy vezesse a koronázási menetet Pozsonyba, Szent Márton dómba, ám betegsége miatt ezt nem tudta, így az egri püspökre, gróf Erdődi Gábor Antalra esett a választás, és ő volt az, aki ezt a tényleg koronázási menetet vezette, majd azt követően Mária Terézia egy gyönyörű szép palástot minden valószínűség szerint a koronázási ruhájából készítettett a számára. A palást mintegy 18 kg súly nyom, és hát a díszítettsége pedig ezüst és aranyszálakkal történt. Hát ezek igen míves alkotások, amelyeket általában apácák készítettek annak idején, és bizony egy-egy ilyen palásnak az elkészítése 6-8 hónapot is igénybe vett. Marco Casagrande készítette ezt a rendkívül szép, míves alkotást, kararai márványból készült, és keresztelő Szent Jánost ábrázolja. A története pedig igen érdekes, mert hogy Pirker János László, egri érsek, aki a velencei pátriárkának volt 7 évig a vezetője, ő hívta magával, amikor Egerbe jött és építette a főszékesegyházat, hogy a szobrokat ő készítse el. Az egyik alkotását itt láthatjuk, a többit pedig a bazilika homlokzatán, a hit, remény, szeretet, kerubok és a négy szobor, az pedig lent a bejárat mellett. Itt található a palotának az egyik legrégebb és az egyik legszebb alkotása, amely egy gótikus kehely, és a 15. században készült, és hölgy vértanú szenteket ábrázol. A kincstár utáni terem, az első emeleten a képtár, és hát a képtárnál igaz túl sok képet nem lehet látni, viszont annál különlegesebbek, és mindegyiknek tényleg igazi története van, történelme van. Ha mögöttem fölpillantunk, akkor Pirker János László képét lehet látni. Pirker János László, aki az olaszországi Velencébe, ahogy említettem, 7 éven keresztül volt az ottani pátriárkának a vezetője, nagyon szerette a művészetet, és 16-18. Századi képekből vásárolt, és azt hozta magával szám szerint 196 darabot. És hát bizony ennek a befogadására a déli szárnyat hozták létre,
majd a későbbiek során az 1836-os reform országgyűlésen, amikor nagyjaink még adakoztak, és nagyon sokat tettek az országért, ezt a 196 darab képet fogta, és felajánlotta az első Magyar Nemzeti Múzeum számára. Úgyhogy egy pár darab azért itt is maradt, de mint látjuk, hogy körülötte Velencéből származó képeket, egy nagyon szép canaletto követőt, akik tényleg úgy festettek, mint ahogy mi ma fotózunk. Reméljük, hogy nem lesz, és meg tudják menteni Velencét, de hogyha ott valami probléma történne és dőlnének a házak, ez alapján azért lehetne rekonstruálni őket. Illetve a Szent Márk Bazilikából, ott egy kicsit a belső aranymozaikokból Kovács Mihály festett egy részletet meg. Tehát ezen kívül ebben a képtárban csodálatos alkotások is vannak. A Kunhegyesi plébániának a tető terében találtak egy képet, és egy szakértő mondta, hogy érdemes lenne ezt felvinni a galériába, ahol aztán kiderült, hogy tulajdonképpen egy hihetetlen értékes képet találtak, mert ugye a reneszánsz hajnalhasadása 1350-ben készült, ez a kép, ez egy oltárkép, aminek a jobboldali részlete Szent Domonkost és Szent Sebestyént ábrázolja. Rendkívül értékes, és hát egy tényleg egy történelmi jelentőségű, hogy 1350-ből egy ilyen kép itt is található. Tehát Medgyánszkinek csodálatos alkotása, Lika Károly, a nagy kritikus írta róla, hogy talán az egyik legszebb festménye, amely itt található egy tavaszi olvadás utáni pillanat, és talán géniuszát az mutatja leginkább, hogyha az ember közel megy a képhez és feltekint rá, akkor azt láthatja, hogy a hátteret, a napleventét a kép elkészültének a végén a fák ágaira festette rá. Legelsők között lett festve a pipázás ténye, tehát maga az egy ilyen életkép, és akkor ugye ez a pipára gyűjtés, és ez egy karavadzsista 1723-ban Caravaggio halálát követő 10 év múlva készített el. És ugyanígy is ez a tragikus hatás, hogy a sötét háttér, egy komor, és abban a gyertya lángja az, ami bearanyozza a gyerek kezét, arcát. Itt vagyunk a híres Madaras terembe, aminek igen érdekes története van. Bél Mátyás 1733-ban járt erre, és leírta, hogy itt valami csoda van. Minden valószínűség szerint gróf Erdvédi Gábor Antal idejéből származik ennek a gyönyörű freskónak, szekkónak az elkészítése. Minden valószínűség szerint pedig egy külső madárkalickának a belső folytatása lehetett. Salaterra névre hallgat, és hát amikor visszakerült az egyházhoz, a katolikus egyházhoz, akkor tudták, hogy itt valami csoda van, de minek után itt az építés és a sok festés során nem igen látszott semmi, igencsak gondosan kellett nekilátni a restaurálásholz. Hát szám szerint 33 réteg alól varázsolták elő ezt a csodát, és talán ez a leghosszabb ideig tartott ennek a teremnek a restaurálása. Ezen a folyosón Eszterházy Károly festettette meg az elődjeit, szám szerint 46 képet láthatunk, és hát itt rögtön mellettem a képen Bakóc Tamást láthatjuk, az egyetlen ilyen piros felsővel ábrázolt püspökatyát láthatjuk, aki azért lett kiemelve, mert hogy esélyes volt arra, hogy pápának válasszák, ám egy Medicivel szemben a török időben sajnos ez nem sikerült. És hát a festés során ugye nem minden egyes püspökatyának tudták, hogy hogyan nézett ki, de azért elképzelések voltak, ezért nem teljesen valósak, de minden esetre korhűek ábrázolták a püspökatyákat. Az érseki magánkápolnának az oratórium részén vagyunk, és hát amióta épült az érseki palota, azzal folyamatosan és vele együtt természetesen épült a kápolna többféle méretben, de több mint 250 évvel ezelőtt szentelték föl ezt a kápolnát is, aminek a kövezete felső tárkányi félmárványból van, és a Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel, hogyha az oltárra pillantunk, akkor láthatjuk, hogy a korpusz az ólomból készült, és az ő tiszteletére lett fölszentelve. Nagyon különleges a mennyezete, illetve a
Annak a freskója valamikor Krakel Lukács János festette, de 1801-ben leégett, és a későbbiekben idős Tornó Ferencet kérték fel, hogy fesse meg. Nagyon érdekes témát a kicsi Jézus és a kicsi keresztelő Szent János találkozásáról mesél. Hogyha a padozatra pillantunk, az is rendkívül szép mozaik, és maga a kis templomnak, kápolnának pedig a díszítése a későbbiekben is folytatódott, amikor ezek a gyönyörű stukkók már egy kicsit a stílusát a rokokóba vitték át. Itt fentről, a kórusról be tudnak tekinteni, és ez is egy szenzációs, mert a mögöttem lévő ablakok nagy része még több mint 200 éves. És hát egyszer egy évben, az arcszakra keretében, a nyitott templomok napján pedig tényleg kinyílik az ajtó, és akkor lentről is meg lehet tekinteni.